Arra például tud magyarázatot adni, hogy miért nem jut hozzá manapság a nyilvánosság, de tulajdonképpen a körön kívülálló víruskutatók, infektológusok, általános orvosok sem a hadititokként kezelt járványadatokhoz Magyarországon? Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen szocialista maradványként a katasztrofa kommunikáció lehet, hogy fogalomként így megmaradt a fejekben. Nem Az tudom, mit jelent? Hogy a katasztrofa kommunikáció nem szól másról, mint hogy vészhelyzetben nem mondok el mindent, csak ami feltétlenül szükséges, mert minek pánikoltatni. Holott, ha megnézem, és nagyon szeretek ilyet olvasni, szerencsére olvastam sokat, hogy egyébként azok az országokkal, ahol például azt látjuk, hogy 87-90 az átoltottságot mi történt, akkor azt látjuk, hogy ott ezt teljesen levetközték. Ott az történt, hogy nem arról szólt a tájékoztatás, hogy hány embert büntettük meg, mert nem jól viselte a maszkot, hanem arról szólt, hogy figyeltek emberek, így néz ki a járványgörbe, a kórházban ennyi és így van kezelve, ilyenek az erőforrásaink, és nagyjából ez várható a következő két hétben. Tehát egyfajta nyílt kommunikáció volt. Úgyhogy a modern világ és a modern társadalom elvárása, az infokommunikációs társadalom elvárása az abszolút a nyílt kommunikáció.